Már csak 4 nap és eldől a tapolcai országgyűlési mandátum sorsa. Lasztovica Jenő fideszes képviselő halála miatt tartanak időközi voksolást. 22 jelöltet regisztráltak a választásra. A helyi kampány fő témájává a 2012-ben részben bezárt tapolcai kórház vált. A választás tétje, hogy a Fidesz meg tudja őrizni a mandátumát. A baloldal siker szériája folytatódik-e, vagy a Jobbik megszerzi-e első egyéni országgyűlési mandátumát? Ellentétek vannak a két párt között, hogy most még a választások szempontjából. Hát elég forró a hangulat. Megy a pártok között a harc Tapolcáért, meg a környékért. Lehetséges az, hogy még talán előbb a választások. Így látják a választók a mandátumért folyó küzdelmet, ők pedig a legesélyesebbnek tartott jelöltek. Ez pedig a tapolcai kórház. Aktív osztályait 2012-ben zárták be a Fidesz kormány és a fideszes városvezetés idején. Most szinte minden jelölt kampányának ez a fő témája. Ő Pad Ferenc, az MSZP, a DK és több szakszervezet közös jelöltje, akit ellenfelei azzal támadnak, szakszervezeti vezetőként ott volt a MAL vezetőségében a kolontári iszapkatasztrófa idején. Több mint 40 éve szakszervezeti vezető vagyok. Ezzel támadják is. Nem baj. Én szerintem ezt tesz engem hitelessé. Pad Ferenc is tudja, csütörtökön Orbán Viktor kampányol majd Tapolcán, és szerinte a kórház aktív osztályainak újraindítását jelentheti majd be. Halljuk, hogy holnap a miniszterelnök Tapolcára készül, és minden bizonnyal visszaadja ezt, és majd úgy minősíti, hogy 2012-ben ez egy rossz döntés volt. Kérem, ez az első sikerünk. Ő a fideszes jelölt, akinek csak a plakátjaival találkoztunk Tapolcán, ma Budapesten adott interjút, és az ellenzék által kezdeményezett TV-vitára sem megy el, de szerinte ennek csupán technikai okai vannak, nem lehet egyszerre 21 másik jelölttel vitázni. Minden tévében, legyen ez Tapolcai, legyen ez Ajkai, legyen ez Sümegi tévé, elmentem, beszélgettem. A fideszes jelölt azt mondja, a kórház ügyét félreértik. Szerinte egy tervezett fejlesztés miatt szűnt meg az aktív ellátás a tapolcai kórházban, és nem csak a közelgő választás miatt került szóba, hogy újra nyitnák a felfüggesztett osztályokat. Néhány évvel ezelőtt az akkori fideszes városvezetés mentette meg a csődtől ezt a kórházat, hiszen átvette a kórház irányítását, és megállapodott a minisztériummal egy fejlesztésben. 2013. decemberében írták alá ezt a fejlesztést. Ingyenes egészségügyi szűrést tart kampánybuszában Rigg Lajos, a Jobbik jelöltje. A választói is azt várják, mentse meg a kórházat. Tényleg a kórház. A tapolcai kórháznak a visszaállítása, mert végül is az egy annyira jól működő kórház volt. Rigg Lajos is úgy véli, hogy a kórház megnyitását jelenti majd be a miniszterelnök. Megpróbálja visszaadni azt, amit Tapolcától elvett. A kórházra gondol? Az aktív osztályokra. Én kíváncsi lennék. Én bízok benne, hogy olyan iratokkal érkezik ide, ami ezt alá is támasztja, és nem csak egy ilyen választási ígéret. De én úgy érzem, hogy ez csak az. A tapolcai alpolgármester szerint már senkit sem érdekel a tetoválása, amelyről politikai ellenfelei azt mondják, az egykori SS jelmondatát viseli a karján. Megmutattam kamerán kívül a tetoválásomat, én arról nem tehetek, hogy rá 2 napra mondta be csak a Kossuth Rádió, illetve a köztelevízió is. Én innentől lezártnak tekintem ezt a témát, az embereket nem ez érdekli. A választásig már csak 4 nap van hátra. Tapolcáról kapta a nevét a választókerület, de a 22 képviselő jelöltre 63 település 72 ezer választópolgára szavazhat majd. És a nagypártok szerint ez a választás nem csak egyetlen mandátum sorsáról szól. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Nagyvázsony.